Üdvözlöm a kedves nézőket! Szegediek és nem szegediek egyaránt részt vehetnek különböző élménysétán, mint például borkóstolós, útkereső vagy mediterrán élménysíta. A stúdióban már itt van Gyuris Karancsi Dóra, aki ezeknek a szegedi élménysítáknak a megálmodója. Üdvözöllek téged! Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a nézőket! Mi inspirált arra, hogy létrehozd ezeket az élménysétákat? Igazából ez onnan indult, hogy én idegenvezetőként már jó pár éve dolgozom itt Szegeden is, meg külföldre is vittem csoportokat, és imádom Szegedet. Én itt születtem, itt végeztem az iskoláimat, úgyhogy mondhatom, hogy tőzsgyökeres szegedi lány vagyok, és mindig is szerettem a várost megmutatni a kedves vendégeknek, viszont volt egy pici hiányérzetem ebben, és nem tudtam, hogy hogyan tudnék ebbe valami plusz még belecsempészni, mindaddig, amíg egy személyes tapasztalat által rá nem jöttem, hogy igazából élményeket kell adni a kedves vendégeimnek. Ez egy születésnapi program volt, amikor a barátaimmal elmentünk hajókázni a Tiszára. És nekem az a pillanat, amikor a hajón voltunk, és én vezettem a hajót, és láttam a várost, az egy olyan élményt adott, amikor azt mondtam a férjemnek, hogy na most akkor ezt kell a vendégeknek is átadni. Úgyhogy igazából a hajózással indult ez a program. Van is egy ilyen hajós élménysétánk egyébként, ami most még mindig a nyárnak a nagy slágere volt, és igazából ez egy komplex dolog, tehát nem csak arról szól, hogy a látnivalókat szeretnénk bemutatni, nyilván az is benne van, nagyon hangsúlyosan is, azt is egy kicsit így interaktívan próbálom mindig megtenni, de emellé pedig teszek olyan programokat, kóstolókat, érdekességeket, ami akár egy szegedinek, akár egy ide látogatónak még egy plusz löketet ad abban, hogy megszeresse a várost. Akkor ezek szerint érdemes szegedieknek is elmenni ezekre az élménysétákra, mert még van Szegednek több titka, amit esetleg a szegediek nem tudhatnak. Abszolút így van. Én hiszek benne, hogy a saját városunkat megismerni csak többé tesz minket, és az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan nem ismerik, ami nem csoda, mert hát az ember rohan A-ból B pontba, tényleg benne van a saját ritmusába, nem azt nézi az utcán, hogy éppen most melyik utcában milyen érdekességek vannak, és nekem az a tapasztalatom, hogy ez még többet tud adni, hogyha egy szegedi eljön, és volt már nem egy ilyen tapasztalatunk, hogy úristen, 20 éve ebben az utcában jövök, megyek minden nap, és észre se vettem, és akkor ezek a felismerések, ezek én azt gondolom, hogy sokat tudnak adni. Melyik élménysíta volt az eddigi kedvenced? Leszervezni, végig vinni a vendégeket esetleg? Hú, ez egy jó kérdés, mert elég sokféle van, és mindegyikben megtaláltam valahol saját magamat. Tehát ezek a séták valahol egy picit arról is szólnak, ami az én szívemhez közel áll, mert olyan programot, témát nem rakok be, ami nekem nem kedves. De hogyha ki kéne emelni, akkor talán mégis csak visszatérnék a hajós élménysétához, mert ez egy olyan komplex, attól függetlenül, hogy ez volt a legelső, de betettünk bele a legtöbb mindent. Tehát ez benne van maga a városnézés, benne van a hajókázás, de közben gasztronómia is van benne, mert ott kötünk ki egy halászcsárdánál a Tiszaparton, és akkor a vége egy halászlevezés, sőt, még közben még cukrászdába is megyünk. Úgyhogy ott minden egybe van, én úgy érzem. Milyen élménysétátok lesz legközelebb, amit tudsz ajánlani a nézőinknek, és érdemes elmenni rá végig, hogy végig menjen, vagy menjenek veled? Hát hajósunk az még most van szeptemberben, illetve amíg jó idő van és lehetőségünk van rá, addig csináljuk, hogyha szerencsénk van, akár még októberben is lehetséges. Ezen kívül, amit még nagyon szoktak szeretni, pont az ilyen kis érdekességek, finomságok, az útkereső élménysíta. Az olyan, hogy feladatok vannak, sőt, én se tudom, hogy milyen útvonalon fogunk elindulni, tehát többet berakok egy borítékba, és a vendégek választanak maguknak útvonalat, és az útvonalakon belül is több belágazás van, tehát hogy egy kicsit ilyen izgalmasabb, érdekesebb, mert a többi is nagyon érdekes tud lenni, de talán ez még plusz fokozza a hangulatot, hogy nem tudja senki, hogy merre fogunk tovább menni. Ez nagyon érdekesen hangzik, az biztos, hogy részt fogok én is venni, mert várunk, utána olvastam, és nekem ez, ami így nagyon-nagyon tetszik. Most vírushelyzet van még mindig, továbbra is eddig is az volt. Miben befolyásolja a szervezését az élménysétáknak ez a jelenlegi vírushelyzet?
A biztonságra mindenképpen odafigyelünk, tehát ez mindig is hangsúlyos volt, most is hangsúlyos. Ennek az egyik fontos eszköze, van egy készülékünk, ez az úgynevezett audio guide készülék, ami arról szól, hogy fülhallgató segítségével ugye nagyobb távolságból is lehet hallani a sétavezetőjét. Nekem ez már elég régóta megvan rendelkezésre áll, és ez mondjuk májusban is nagyon sokat segített elindulni, amikor május közepe, második felében újra kezdtük a sétákat, mert ugye így a másfél méter távolságot teljesen jól meg lehet tartani. Úgyhogy ez az egyik, a másik nyilván a biztonság, a fertőtlenítés. Ha olyan helyre megyünk, ami zárt hely, akkor nyilván maszk föl lehet venni, hogyha szükségét érzik a vendégek, ahol meg kötelező, ott meg nyilván. Úgyhogy ezekre mindre odafigyelünk. De én azt vettem észre, amikor tavasszal újraindultunk, akkor is nagyon sok vendég úgy érkezett, hogy ő már nagyon szeretne kimozdulni, nagyon vágyik arra, hogy menjünk. Úgyhogy talán ez a vírus helyzet olyan szempontból nem okozott ott sem gondot, mert aki szeretne menni, az ment akkor is, és talán most is bízom benne. Volt esetleg olyan élménysíta vagy program, amit a vírushelyzet miatt le kellett, hogy mondjatok? Sajnos volt, igen. Ez nyilván egy olyan helyzet volt, amiről senki nem tehetett, de a Szegedi Nemzeti Színházzal vagyunk nagyon szoros kapcsolatban, és márciusban lett volna egy kulisszabejáros színházi körsétánk, ami akkor már ugye nem tudott megvalósulni. A helyzet az, hogy most is lenne ősszel egy ilyen programunk, de az óvintézkedések végett, ezt most sem tudjuk megcsinálni. Ellenben nyáron megcsináltuk, úgyhogy az meg nagyon nagy siker volt. Én remélem, hogy minél hamarabb be tudjuk pótolni az ilyen programjainkat is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és további sok sikert kívánok az élménysíta szervezéshez. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a meghívást is. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is!